20. alkalommal rendezték meg a hagyományos Nitzer Erik emléktornát a felújított Mogac sportcsarnokban. A tornát minden év január első hétvégéjén tartják, és nagy népszerűségnek örvend azok köreiben, akik figyelemmel kísérik a téli tornák alakulásait. A tornán idén is összejött a maximális létszám, így 24 csapat vehetett részt a megmérettetésen. Több csapat is van, akik visszatérő vendégek, ám számos alkalommal új csapatok is szerencsét próbálnak. Főként Óvár környéki kispályás csapatok Győrből jönnek, és egy visszajáró szlovák csapatunk van, a Bakárdi Tém, őket meg kell említeni, mert minden évben itt vannak és játszanak a tornán. Mint a legtöbb népszerűbbnek mondható teremtorna, a mérkőzések időtartama és a jelentkezők száma miatt ez is kétnapos rendezvény. Az első napon a csoportmérkőzéseket tartják, míg a második napon a továbbjutók mérkőzéseit bonyolítják le kieséses rendszerben. 24 csapat van, ugye 3-as csoportok vannak, 8x3-as csoport, abból 2 továbbjut, marad 16 vasárnapra, és onnan egyenes kiesés, így eljutunk a döntőig a nap végére. A tornát minden bizonnyal jövőre is megszervezik majd, és örömmel várják az új csapatok jelentkezését is. A kapcsolatot az esemény közösségi oldalán és az ott feltüntetett telefonszámon lehet felvenni a szervezőkkel.